Munkatársaimmal, Kavai Barnával és Petőnyi Katalinnal az elmúlt években több dokumentumfilmet készítettünk, amelyekben azt kutattuk, hogy a különböző kelet-európai országok tisztószolgálatai hogyan figyelték meg, adott esetben hogyan tették tönkre a másképp gondolkodó embereket, értelmiségeiket, egyházi személyiségeket. Ádámnál és Évánál kell kezdenem. Jó, Muriano őrnagy, üljön le. Na, mondja magától, vagy inkább kérdezzek. Dr. Kállai Zsuzsa, fogorvos. Kollégám, de alig ismerem. Akkor sürgősen ismerje meg egy kicsit közelebbről. Sok mindent tudunk a múltról, sok minden nem, vagy sok mindenről nem beszélünk még eleget. Azt tudjuk, ugye, hogy ezek a titkosszolgálatok jelen voltak a mindennapi életben, a mindennapi közéletben, a munkahelyeken, az utcákon. Arról viszont nagyon keveset beszélünk, hogy jelen voltak a családokban is. Gyönyörű kezed van. Még nem is beszéltem a családomról. Egész várod ismeri a Kállaiokat. Gondolom, a Szeku pokollá teszi az életetek. Már kislány, Ferencen megfogtad az Isten lábát. Jaj, anya! Pillanatok alatt meghódított mindenkit. Nagyon meggyőzően tudta alakítani a jó ember szerepét. Lehet, hogy nem az vagyok, akinek látszom. Tudod, te ki ez az ember? Őt nem ismerte senki. Johann Sebastian Bach vagyok. A romániai Securitate egy ügynöke, egy igazi kétarcú ember, egy Janusz figura, hogyan épül be egy erdélyi értelmiségi család otthonának a négy fala közé, hogyan manipulálja és hogyan kontrollálja onnantól kezdve a családnak a mindennapi életét, és hogyan árulja el a saját családtagjainak, az embereknek, akikkel adott esetben együtt ünnepli a karácsonyt, vagy a feleségének, akivel megosztja a hitvesi ágyát, a legbelsőbb titkait, vágyait és érzelmeit. Ebben az épületben fokozottan igaz, hogy a falnak is füle van. Akkor sem kéne belefolynod apádé könyeimbe. Mondtam neki, hogy ezt nem mutogassa senkinek. Ez kikerül, börtönbe megy. Tudom a kezed, ha még egyszer hozzányúlsz! Én már lassan ott tartok, hogy elküldöm pszichológushoz. Te vagy a beteg, Ferenc. A feleségemet mikor tartóztatják? Mi szerettük volna a játékfilmes, erős, vizuális, műfaji elemekkel érzékeltetni a nézőkkel, hogy mit jelent adott esetben egy ilyen rendszerben a lélek kiszolgáltatottság, a félelemnek az elhatalmasodása, vagy az alapvető emberi normák, emberi kapcsolatoknak az elárulása rendkívül fontos. Nem akarok többé nyúlni magának. Én vagyok a maga istenem. Talán fel is kell hívnunk a tettesekre, a bűnösökre a figyelmet, akik szintén még közöttünk élnek. Nem vagyok bolond. Persze, hogy nem. De le kell zárnod a múltat. Lucia Farul na exista. Filinistit, last enkön a pricsép. Tartozunk azoknak az embereknek, azzal, hogy egy kicsit gyorsabban próbáljuk meg feldolgozni a múltat, akik még mindig magukon viselik ennek a rendszernek és ennek az időszaknak a nyomát.